think we saw the lyrics on the screen. It says that I believe in him, that nothing is too impossible for God. And we know that he made promises to us, and he is capable of fulfilling all his promises to us. We know that there is nothing too impossible for him. Thank you.
Yeah.
greater love than anyone is laying down his life for others. Thank you that you gave up your life that we may have a new life in you, Jesus. We can have forgiveness, healing, restoration. Whatever you need this morning, just reach out to Jesus. Because on the cross everything has been done. Azért, mert a kereszt mindent elkészített. It's complete. Teljes. It's finished. Bevégezhetett. God has blessed us with everything that we need to live a godly life. Isten mindent elkészített arra nézve, hogy szent életet éljünk. Just we have to believe and come before Him. Csak nekünk hinnünk kell, és hozzá kell járnunk. Thank you, Heavenly Father, for this time of worship this morning. Köszönjük, Urunk, a dicséretnek a időszakát. We ask you to speak to us through your word this morning. Azért kérünk, hogy szólj hozzánk. Our heart is thirsty and hunger for more of you. Éhesek és szomjasak vagyunk, többet akarunk belőle. More of you and less of us. Belőlek többet, magunkból kevesebbet. We want you to be exalted in our life, Jesus. Téged akarunk felemelni az életünkben. Be the center of our fellowship. Legyél a középpontban most. Let your will be done in the day. És legyen meg a te akaratod. Amen. You can take a seat now. Good morning, church. Good morning. Good morning. How are we doing? We good? Before we have our offering, I have a verse to share. Szeretnék egy igeverset megosztani veletek, mielőtt megosztom. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 18. Deuteronomy 8, 11 to 18. I'll just read it. Beware. Be sure you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, ordinances, and statutes that I'm giving you today. When you eat and fill, when you build and occupy good houses, when your cattle and flocks increase, when you have plenty of silver and gold, and when you have abundance of everything, be sure you do not feel self-important and forget the Lord your God who brought you from the land of Egypt to the place of slavery and brought you through the great fearful desert of venomous serpents, scorpions, and arid place with no water. He made water flow from the flint rock and fed in the desert with manna, which your ancestors never had known before, so that he might, by humbling you, test you, and eventually bring you good. Be careful not to say, my own ability and skill has gotten me this wealth. You must remember the Lord your God, for he is the one who gives ability to get wealth. If you do this, he will confirm his covenant that he made by oath to your ancestors, even as to this day. Vigyázz magadra, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenről, meg nem tartva az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseiket, amelyeket én parancsolok neked a mai napon. Hogy mikor eszel és jól lakol, szép házakat építesz, lakozol azokban, és amikor te barmaid ruhaid megsokasodnak, ezüstöd aranyad megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrod, a te Istenről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, aki vezérel téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, szomjúság nagy és rettenesek pusztáján, amelyben víz nem volt, aki vizet ad a néked a kemény kősziklából, aki mannával etetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargosson és megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután. És ne mondjad ezt a te szívedbe, az én hatalmam és az én kezem ereje szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenről, mert ő az, aki erőt ad néked gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse a szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáinknak, míg éppen a mai napon is. Amen. Over here we see an instruction God gave to the Israelites, but to us eventually. Látjuk, hogy Isten adott törvényeket az Izrael népének.
because they were rescued from Egypt, which is to us, we were delivered from death, and now we have life in Jesus. Tehát az ízraeliek kiszabadultak Egyiptomból, azt nekünk, mi meg kiszabadultunk a bűn hatalmából. And we are warned that when we acquire wealth, not to be high-minded, to forget the Lord who gives us the wealth. És nem szabad soha elfeledkezzünk, hogy Isten az, aki adja az embernek a gazdagságot. So even as we give our offering today, it's my prayer that we will always remember the Lord in all of the possessions that we have, that they come from the Lord. Mindig emlékezzünk meg arról, hogy Isten az, aki ad nekünk minden áldást. In that everything that we have and do, that we will be willing to give it back to Him. És készek legyünk mindabból, amit őtőle kaptunk, visszaadni. Because everything came from Him. Amen. Mert mindenünk tőle van. Should we rise for our offering? Álljunk most fel adakozásunk. Let us pray. Imádkozunk. Father Lord Jesus, we thank you that you are the one who gives us wealth. And the possessions that we have, it is by your grace and your mercy that we have them. And so we pray that all of the days of our life we will remember that it's from you, and so to be willing to give back to you. Bless our offering and bless what we have, Lord. Thank you, Lord Jesus, in Jesus' name. Köszönjük, Uram, hogy Jézus nevében. Szombaton megyünk, és majd vasárnap délután jövünk vissza. Therefore, we will not have the service here next week. Itt nem lesz jövő héten vasárnap alkalmunk most. This was announced last weekend, and members had already signed up. Ezt
we know the people going. Tehát, hogyha jelentkeztél, majd jelezél vissza, hogy valóban még mindig tudsz jönni is. Yeah, we're going to the nature reserve called Biharuga. Biharuga állam megyünk. So we will meet here 8:30 and we will leave at 9 a.m. Kilenckor találkozunk itt is. So, yeah, please take note. Next weekend we don't have service here. Tehát az a lényeg, jövő vasárnap az itt alkalom. Thank you so much. And we have quiz winners, sorry. Yeah, so this week's Instagram quiz winner. A leheti quiz győztese. It's Reka John. Reka meg John. Service. All right, and for today we are blessed to have Natasha's mom give us someone again. Nagyon hálásak vagyunk, hogy Natasha az anyuka itt van, és megosztja velünk. Thank you so much. Köszönjük szépen. Praise the Lord. Dicsőség legyen az Úrnak. Louder, please. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning, church. Jó reggelt. See, this you will say loudly. Jó reggelt. We are not used to say good morning in our church. We always say praise the Lord. Mi sosem mondjuk a gyülekezetben jó reggelt, mindig azt mondjuk, hogy dicsőség legyen az Úrnak a gyülekezetben. Shall we all rise up for a minute and welcome Holy Spirit? És üdvözöljük a Szent Szellemet. Let's close our eyes. If you can, raise your hands to the heaven. És gyújtsátok ki a kezeteket a menny felé. Thank you, Jesus. You provide the fire. I'll provide the sacrifice. You provide the Spirit. I will open up inside. Fill me up, Lord. Fill me up, Lord. Fill me up, Lord. To you alone.
dicsőségedet. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Te vagy a király, a király és az uraknak ura. You are worthy of all of praise. És méltó vagy a dicséretre. You are worthy to be honored, Lord. És mi téged tisztelünk. You are worthy to be worshipped. És téged imádunk. Spirit of the living God. Te vagy az élő Istennek a szelleme. Move amidst us. Kérlek, hogy te mozog közöttünk. This is your sanctuary, Lord. Ez most a te belső szobád. Have your way. Legyen meg a te alkotod. Have your way. Many are called. Sokakat hívtál. But few are chosen. De keveseket választottál ki. Thank you for choosing all your precious people. Köszönjük, hogy te elhívtál bennünket. Touch each and every one of them, Lord. És most élesd meg mindnyájunkat. Take away my manual thoughts. És Uram, vedd el a mi érzéki dolgokat. You speak to your children. És beszélj a te népedhez. In Jesus' name I pray. Jézus nevében imádkoztunk. Amen, amen and amen. Hallelujah. Dicsőség legyen az Úrnak. Please be seated in the presence of God. Beloveds, this is my last Sunday in this holy church. Ez az utolsó alkalom, hogy itt vagyok ebben a szent gyülekezetben. I thank God for this ministry which God gave me. És nagyon hálás vagyok annak a szolgálatnak, amit Isten nekem adott. I thank God, our pastor. Köszönöm a pásztornak. And his family. És az ő családjának. Pastor, you didn't know anything about me. És te nem is tudsz semmit róla. But you trusted me. És mégis bíztál bennem. And gave me this platform. És megengedted, hogy ide kiálljak. To speak the word of God. Hogy beszéljek az Isten igéjére. Holy Spirit used my voice. És a Szent Szellem használta szavamat. And spoke to everyone over és here. És szólt hozzátok. And those all away. És mindenki. I know that Holy Spirit has touched each and everyone. Én tudom, hogy mindnyájátokat megérintett a Szent Szellem. He's going to do wonderful things in your life. Mert Isten csodálatos dolgokat fog tenni. My daughter and myself may not be here. Natasha and myself may not be here. Mi nem lennénk itt Natasával. We are flying on 15th to our native place called India. Mert kell majd Indiába, majd utazni 15-én. But you will testify the goodness of God. De ti meg fogjátok tapasztalni Istennek a jóságát. You will testify the goodness of God. Isten jóságát meg fogjátok tapasztalni. God willing. Isten veletek. Pastor may call me again. És majd a pásztor hívni fog újra. Otherwise, nem, we will meet there, Pastor. Ha nem, akkor majd fent. We all will meet there. Mindjárt. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Once again, thank you so much, Pastor. Please convey my gratitude to your family. És szeretném a nagy hálámat kifejezni a családod felé. This brother is so wonderful. Ez a testvér is csodálatos. He has the patience to bear me. I was not giving him time at all to translate. But he is so good that he waited and he translated along with me. És úgy velem együtt tud tolmácsolni. Brother, may God bless you. Áldjon meg téged az Úr. And use you more and more for His glory. És használjon Isten jobban és jobban. I thank all the members of this family. És köszönöm minden tagot, aki itt van. May God bless you. Áldjon meg benneteket az Úr. Okay. The time to preach now. Most itt az ideje, hogy prédikáljak. Before I preach. Mielőtt én prédikálnék. I would like to give. Szeretnék adni. One of my testimonies. Egy bizonságtétel. There are many testimonies. Sok bizonságtételem van. But I chose this testimony. De ezt választottam ki. So that. Így, tehát. This testimony and the message is going to touch each and every one. Azért, hogy ez a bizonságtétel és az üzenet téged elérjen. Beloveds, I am the mother of three children. Én három gyermeknek az édesanyja vagyok. I am the mother of three children. Tehát itt a három lány, vagy a három. Sorry for showing my children's photographs. Itt vannak a fotók. Sorry. Bocsánat. The screen is very small. Nagyon kicsi a képernyő. These are my three kids. Ez a három gyermekem. But they are not sitting in order. De nem sorrendben ülnek most ott. First one is in the middle. Ki van ott a középen?
Second one is down. A második ez a gyermek. And the third one is on the top. És harmadik ott van felül. She is Karishma Jennifer. Karishma Jennifer. I'll tell you what is Karishma later. Majd elmondom, hogy mit jelent. And the second daughter is Suzanne Sonali. Suzanne Sonali a második. And the third daughter and the last daughter is. És a harmadik lányom. Natasha Kristina. Natasha Kristina. 7 years old. 7 éves. 5 years old. 4 éves. And 3 years old. És 3 éves. Why did I show this photo? Miért mutattam meg ezeket a képeket? When my first daughter, Karishma Jennifer. Amikor az első gyermekem Karishma. She was born on April 16, 1994. April 16, 1994. 1994. My birthday is on April 18th. És a másik, megköszöntek? 94-ben. Just one day gap between she and me to celebrate birthday. A születésnapja egy nappal van. She was so cute. Nagyon aranyos. She was so beautiful. Csodálatos. Chubby baby. Egy csodálatos gyermek. But on the 18th, what happened? De mi történt vele? I didn't want to celebrate my birthday. I wanted to buy nice frock for her. Én szerettem volna ünnepelni az ő születésnapját. I told my husband to go to the mall and buy a frock and come. És mondtam az apjának, hogy it menjen el és vegyen a 7 o'clock on 18th. Ez 7 órakor volt. She developed high fever. Akkor elkezdett magas lázadni. That fever hit the brain. Ami megtámadta az agyát. And she became helpless. És nem tudtunk segíteni. I'm holding 2 days baby in my arm. Két napig ott tartottam a kezembe. She went on crying and crying and passing loose motion continuously. És sírt és sírt és elvesztette szinte minden. Up to 11 o'clock in the night I managed. És keeping her on my chest. On my breast. Oda tettem az mellemet. She was not taking milk from me. És nem akart tejet. She was only crying and crying and crying and passing loose motion. És volt valami gond. I ran to the night duty nurses. És akkor én éjszaka elmentem. I told them my baby is sick, do something. Mondtam a gyereket, csinálj valamit. They were sipping coffee nicely. És így and they said, kicsit úgy hey, go, it's normal, go, nothing will happen, go. És valaki mondta nekem, and then I came back to my bed. És amikor oda mentem, I was holding her and trying to console her. Akkor nem tudtam igazából megvigasztani. Baby never stopped crying. A gyermekem állandóan sírt. Again I ran to the nurses. És akkor megint elmentem, hát nem tudom, az orvoshoz. Again they chased me out. És megint elküldött. Many doctors are here. Sok many orvos nurses van are itt. Here. Please doctors. Even if any patient come in the middle of the night, when you are having deep sleep. Amikor éjjel jönnek hozzátok a paciensek, mélyen alusztok talán. Get up and attend the patient. De legyetek könnyörög. Don't neglect. Ne utasítsátok el őket. But my baby was neglected. Az én gyermekemet elutasítottam. By 4 o'clock early in the morning. És reggel 4-kor. She turned black and blue. Akkor she gave one jerk in my arms. Sok volt az én kezemben. And the froth started coming out from her mouth. És a szájából jött ki. I understood it was a convulsion. És én akkor nagyon rosszul. I took the baby, ran to the doctor's room. Akkor szaladtam a orvosnak a szobájába. I was in anger. Nagyon mérges voltam. Frustration. Frusztrált. I was crying for my sértem baby. I gave one kick to the door. The door just opened. És kinyílt az ajtó. Doctor got up. Akkor felkelt az she orvos. Came running to me. És hozzám. I showed a look at my baby. Mondtam, hogy nézd a gyermekemet. She without having second thought. És az volt a másik gondolat. She took my baby, ran to the baby's nursing room, whatever the thing. És nem tudom, hogy mit akart csinálni.
and started kicking here, poking here, poking here, poking on a leg, poking on this leg. Oh my goodness. I was not allowed inside. I was standing out and gaping at her. And that time I was Roman Catholic pastor. I basically belonged to Roman Catholic. I sat outside, took my rosary. I was saying my rosary. Reading out all litanies. Csináltam ezeket a Mother Mary's litany. Saint Joseph's litany. Sacred Heart litany. Mindent, amit a katolikus csinál. Infant Jesus litany. Praying for my daughter. I didn't know to pray like this, what I'm praying now. Tehát nem úgy imádkoztam, ahogy most. I knew only to say the rosary. Hanem tudjátok azt a rózsafűzért, amit tudom én csinálni. Saint Hail Mary, full of grace. 25 days, let me make it short. 25 days that baby was battling. 25 napig történt, vagy volt ez. Having fought with the spirit of death. A halálnak a szellemével harcolt. At that age. És akkor. On 25th day. Az 25. napon. Doctor brought her out. Kijött alive. Élve. With life. Élve. And they gave it to me and said. És azt mondta nekem, she is a special child. Ő egy különleges gyermek. You need to take care of her. Vigyázz rá. This type of children will live 6 years, maximum 7 years. És or 8 years. Nem is tudom, hány éve. I was not listening. My baby is alive. I'm so happy. Annyira boldog vagyok, nem voltam, nem is nagyon figyeltem. Actually, we had decided to name her Jennifer. És elneveztem Jennifer-nek. But she fought with the death. Spirit of death and came alive. És ott volt benne a halál szelleme, és most életté vált. My husband and myself, we were holding her and we called her Karishma. És akkor Karizmának neveztük el. Indian name. Karishma means miracle. A Karizma azt jelenti, Karishma means miracle. Karishma azt jelenti, so család. She is Karishma Jennifer. És ő Karishma Jennifer. Okay, let me make long story short. És hogy a hosszú történetet rá. At the age of 7. És itt van a 7 évesen. At the age of 7. This child became a retarded child. She was on the bed. Ott volt az ágyon. Like a waste vegetable. Mint valamilyen. We have to do everything, even now we have to do everything as we do for born baby. És nekünk ma is ugyanúgy minden meg kell csinálni. Cleaning, dressing, or feeding, or everything. Etetni, minden meg kell csinálni. But see this second miracle. De nézzük a második csodát. She cannot sit by herself. She cannot sit by herself. Ott a... Nem tud ülni magától. That's why I put 5-year-old Suzanne in front. És ezért tettem Suzanne-t előre. 3-year-old Natalia. Natasha at the back. Natasha hátul. She is the support for her. That girl is holding her. És ez a gyerek tartotta a középső. At the age of 7. 7 éves korában. One night. Egy éjjel. It was raining heavily. Nagyon esett az eső. Heavy means heavy rain. Tehát amikor azt mondod, hogy nem az ivatal volt. Ivatal volt. Few areas the drainage system is not good, pastor. Tehát ahol so ilyen zsoltában nem olyan jó. So the roads were flooded. Rengeteg eső esett. And this girl developed severe convulsion. És ez nagyon... Convulsion means fits. What she gets, what do you say, I don't know. Tehát nagyon... Continuously she was getting seizures. Continuously. 10-20 seconds gap, again she was getting. Tehát so rászkodott. Went on and on and on. We could not give her milk or food. Nem tudtunk neki ételt adni, tejet, ételt. She became worse. És egyre rosszabb lett. Then my husband and myself, we are getting ready to take her to the doctor. Akkor készek voltunk a fejemmel, legyütt az orvoshoz. These two kids were very small. Akkor nagyon kicsike voltunk. We only by then I was in this faith, pastor. És ilyen volt a hitem, pastor. At that time Natasha was in my womb 5 months. Akkor ott volt a Natasha. Az én, if I start giving that testimony, then pastor has to provide lunch, tea,
snacks, dinner for you all. És akkor a pásztornak kellett mindenről gondolkodni. So I will not touch that testimony. És de ezt nem mondom. Let me go on with this testimony. Nem mondom a többit. She became so bad. Olyan rosszul lett. We were getting ready to take her. De mi próbáltuk őt. That was the time I was getting a call from somebody, one of the members of our church. És akkor kaptam egy hívást a gyülekezet egyik tagjától. One believer called me and said, és azt mondta nekem, Sister Elizabeth, Elizabeth testvérnő, come fast, gyere gyorsan. My daughter is acting weird. Az én gyermekem úgy cselekszik, mint, daughter is a nurse. Not small baby. Nem kicsi baba volt. She's running through the kitchen to take the knife to kill herself. Meg akart ölni magát a gyermeket. She's tying rope to the ceiling fan to hang herself. Fel akart akasztani magát. Please come, please come. Kérlek, gyere. Here my daughter is battling. De ott volt az én gyermekem. And that there that mother is crying for her daughter. És az a anyuka az ő gyermekeért kiáltott. Being God's child, és Isten szó. I didn't want to be selfish. Nem akartam önző. I told these two little girls. És azt mondtam a két gyermek, and másik gyermekeimnek. And my nephew, who was only this size. Azt mondtam nekik. Niece, my niece, who was this age. Ott volt. I told them, take care of Karishma. We will come back fast. Mondtam, hogy vigyázzatok Karishmára, vagy jövök vissza. És akkor elmentem az ő házához. Spoke everything, brought her back out of that danger. Tehát mindent megtettünk. Then I told her, see, my daughter is sick. És mondtam, hogy az én gyermekem be kell vinni a kórházba. You are working there. És te ott dolgozol. Prepare a cot for my bed for my daughter. És kérlek, hogy te készítsd elő az utat. We came home. Amikor hazamentünk. We had only taught these two little girls. Akkor ott volt ez a két kislány. Whenever she gets scissors. Ott volt, megkezdik a dolog. You just say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mondták, hallelujah. That's all they knew at that time. Akkor együtt tudtak ők. When we came home, the situation was worst. Még rosszabb lett a helyzet. Then we carried her and ran to the hospital. We admitted her and then she was put into ICU and all the doctors, neurologists and nurses and so many doctors were around her. És amikor bevittük a kórházba, akkor körülvették az orvosok és nem tudták, hogy mi van. They tried their level best to give her life. A legjobbat akarták tenni, de hogy éljen. This is the second time this child is battling for life. És ez volt a második ilyen alkalom, hogy ilyen borzasztó volt. After maybe 4-5 hours. És körülbelül 4-5 óra múlva. I was sitting outside, my children and my husband, we were outside. I told my niece to be inside because only one person was allowed inside. És akkor kint ültem a gyermekeimmel, és ott volt az unoka a testvérem. Now you have to listen to me carefully. Akkor most nagyon figyeltek. Doctors came to us. A orvosok elmentek. And told us. És azt mondták. Sorry. Elnézést. We can do nothing. Semmit nem tehetünk a gyerekért. We tried our level best. Mindent megtettünk. But we can do nothing. Semmit nem tudunk tenni. Sorry, inform your relatives whoever. És nem tudunk semmit csinálni. Maybe 10 minutes or 15 minutes he may breathe. És még talán még 10-15 percig élnek. Oh my God. Nagyon nehéz volt. Imagine our status at that time. Nagyon nehéz volt. They said and they went away. Just mondták, these nurses removed all the needles and they stopped giving her medication. Azokat, amiket rátettek a gyerekek, I told my kezére, niece. Lábára. I told my niece. Just mondtam az unokatestvérnek. To hold her hand and pray. Hogy fogjuk meg a kezünket, imádkozunk. My husband was holding these two and he was praying outside. És az én férjem is imádkozott velünk. I knelt down and spread out my hands and I was talking to my Jesus. És akkor én Jézushoz kiáltottam. Two little words came to my mind. És jött egy szó az én szívembe. Even now. Ma, még ha ma. Even now. Ha ma. Lord, you can breathe your breath into my daughter's nostrils. Uram, te megadhatod, hogy újra lélegezzen az I don't want any funeral in my house. Nem akarom elveszteni. Even now you can do wonders. Te ma is tudsz csodát tenni. Even now you can give life to my daughter. Életet tudsz belelehelni. Has
as I was praying, I was only praying in tongues. Oh, Zara, Moshiana, Lamazie, Restona, Moshia, Rabba. I was only praying in tongues, and I was praying these two words. Even now, Lord, please, even now. After 15 minutes, the nurses ran to the doctors, and doctors came there. Az ápolók mentek, szaladtak az orvoshoz, és az orvos jött. I was still praying outside. Én még kint, ott the doctors went inside. És az orvos bement. And they saw Karishma. És akkor, amikor meglátta Karishmát, she opened her eyes. Kinyitotta a szemét. And she was calling me, Mama. És én mondta, hogy Mama. 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 Water. Vizet kérlek, víz, víz. Water. Mama, Mama, víz. My niece came running. És akkor jött a és akkor kapott levegőt. We gave her water. Adtunk neki vizet. Again they started medication. Kapott gyógyszereket. By evening they shifted her to the general ward. És akkor valahova kivitték. Next day they discharged her. És a következő nap. And we went home happily. Nagyon boldogan hazamentünk. God is a God. Mert Isten igazi Isten. When we pray. Hogyha imádkozunk, he will answer. Akkor ő válaszol. He will answer. Akkor Isten even válaszol. Now. Ma is. Where is this word even now in Bible? Hol van ez az igében? I had forgotten. Elfelejtettem. After that she never went into the hospital at all. De utána soha nem kellett a kórházba mennie. We are just giving her a tablet for the convulsion. Csak valami tablettát kellett szednie. That's it. Ez volt. 2 months back. És két hónap múlva. On April 16th. 16-án we celebrated her birthday. Ünnepeltük az ő születésnapját. She's 30 years old now. Most 13 éves. Doctor said she will live only 7 or 8 years. Az orvos azt mondta, hogy csak 6-7 évig fog élni. Look at this, she's alive. De még mindig él. She's 30 years old. Már 13 éves. What a miracle, what a miracle. Micsoda csoda. In the same way we find. Ugyanezt látjuk itt a Bibliában. A portion in the Bible. Ez van a Bibliában is. Gospel of Saint John. Ott van a János evangéliumában. Chapter 11. A 11. részében. Verse 22. A 22-es vers. When you go home, you read the whole chapter. Amikor hazamész, kérlek, olvasd el az egész fejezetet. Chapter 22. A 22-es vers azt mondja. But I know. De tudom. Even now, hogy éppen most, amit élsz, I found these two little words here. Ezt a kis szót, and they are very powerful. Nekem olyan erőteljes. Even now, hogyha éppen most, God will give you whatever you want. Isten meg fogja neked adni azt, amit élsz. Who said this? Ki mondta ezt? Who said this? Ki mondta ezt? There's a family. There was a family in Bethany. Egy családban, egy Betánia. Martha, Mary and Lazarus. Ott volt Márta, Mária és Lázarus. Jesus, whenever he came to Bethany with his disciples, amikor Jézus elment Betániába a tanítványaiba, he used to go to Martha's place. Akkor oda ment Márta házába. And Martha was a very good chef. Martha was a very good cook. Nagyon jól főzött Márta. She used to cook delicious food for Lord Jesus Christ. Jézus Krisztusnak egy nagyon finom ételt készített. Whereas Mary used to sit under his feet. De Mária leült Jézus a lábáért. The life was going on like this. És ahogy ez történt. Let me make it short. Hogy röviden mondjam. One day Lazarus fell sick. Egy nap Lázár nagyon beteg lett. Oh, Jesus was not there. És Jézus nem volt ott. He was somewhere. Valahol másik volt. Lazarus fell sick. Beteg lett Lázár. Martha said. Márta azt mondta. I know my Lord will come. Én tudom, hogy az Én Uram jön. I know my Jesus will come. Ismerem, hogy Jézus because jön. Because whenever he came home.
home. És amikor hazament, I have cooked nice food. Akkor majd főzött neki szép ételeket, jó ételeket. Kimosom a ruháit. I've taken care of him. És én gondoskodom ő róla. And I've heard. Mert én ezt Jesus opening the blind eyes. És Jézus meg tudja nyitni a vakoknak a szemét. He made lame to walk. És ő meg tudja tenni, hogy újra járjon. He healed the leprosy. Hát bármit meg tud tenni. He healed that lady who had blood issue for 12 years. És azt is meggyógyította, aki vérfolyásos asszony volt. Today my brother is sick. És de ma az én testvérem. My brother is the best friend of Jesus Christ. És a én testvérem a legjobb barátja Jézusnak. He will come. Biztos jönni fog. The sent word for Jesus. És akkor elküldött valakit, hogy jöjjön Jézus. But Jesus didn't come. De Jézus nem jött. Jesus didn't come. Jézus nem jött. His condition also became worse. És a állapota a Lázárnak rosszabb. But look at Martha. De figyeljétek Martha. I'm only talking about Martha, not Mary now. Most nem Máriával, csak Martha. Preaching. I'll only talk about Martha. Because she is my role model. Mert olyan, mint én. She is my hero. És ő az én hősöm. In faith. A hitben. Oh, her faith was so strong. Mert olyan erős volt a hitnek. She said, my Lord will come. Az én Uram jön. Even now. Éppen most még. Though the condition is worst. Még hogyha rossz is a feltételek, de az jönni fog. My Lord can do wonders. Mert az én Istenem bármit meg tud tenni. Most even is. Now. Most is. She went on. She went on and és on és and on. Ment tovább. She didn't lose her faith. Nem veszített el a hitét. She didn't lose her faith. Nem veszített el a hitét. She stood on the ground. Hanem kőszikben állt. She said, my Lord will come. Az én Uram jönni fog. But Jesus didn't come. De Jézus nem jött. Lazarus expired. És Lázár meghalt. Oh, Mary is crying, Jew oh, people Mary, are coming and they are sírni. Crying, all are crying. Mindenki sírt. But Martha. De Márta. It's okay. Ő azt mondta. It's okay. Azt mondta, okay. Even now. Éppen most. Even most now is, my Lord will come and do wonders. Ma most is járt, they went and buried him. They buried Lazarus. Lehet, hogy már Lázárt eltemették. Still Martha's faith did not change. De Mártának akkor is a hite nem változott. Jézus jönni fog. Even now, még most is. Even now. Még most is. Even now. Még most even is. Even now. Még most is. That's why I call this message. The title is Even Now. És ezért ennek a címe az because én prédikáció so még ma is. Two words. Olyan hatalmas ez a it's két kifejezés. It's been 4 days. És 4 nap telt el. On the fourth day Jesus is coming. És a negyedik nap Jézus jött. On the fourth day. Somebody went and told Martha, a Lord is coming, a Lord is coming. És akkor valaki oda ment Martha, az is mondta, hogy Jézus jön. Martha ran. És Martha odafutott. But Mary had a doubt, you know. De Máriának volt egy kétsége. So she was listening to God. És amikor hallgatott. She did not go out to receive him. Nem kapott semmit. Sometimes we are like that. Sokszor mi is ilyenek vagyunk. When everything is fine. Ha minden. Oh, thank you, Lord Jesus. Akkor, Jézus. Then something goes wrong. És hogyha valami rosszul megy. Ah, what to do? Akkor, mit csináljak? A faith will go down. De nem volt ott a hit. But Martha. De Martha. She ran. Ő szaladt. Said, Lord. És azt mondta, Uram. If you are to be here. Ha már itt vagy. My brother wouldn't have died. Ha itt lettél volna, a testvére nem halt volna meg. Jesus said. Jézus azt mondta. Martha. Márta, your brother will rise. A te fiad fel fog támadni. Martha said. Márta azt mondta. Yes, Lord, I know. Oh, Uram, én ezt tudom. My brother will rise. Igen, fel fog támadni. In the resurrection last day. Majd az utolsó napod a feltámadáskor. Márta. Márta. I'm the resurrection and the life. Én vagyok a feltámadás. Whoever believes in me. Aki bennem hisz. Even if they die. Még ha meghalt is. They shall live. Annak élni kell. Come on, take me where you are buried. Most menjetek oda a sírhoz. So they went. Oda mentek. All the people also followed. De követték az emberek. Mary also ran and came. I'm only talking about Martha, okay? Most de mi Mártáról beszélünk. So they went near the. Amikor odaértek. They said. Azt mondta. Jesus told the people. Come. Azt mondta Jézus az emberek. Take away the stone. Tegyétek félre azt a nagy követ. See, sometimes human brain, you know. És tudjátok. We feel a little doubt. Mi sokszor kételkedünk. Lord Jesus.
Uram Jézus. It's been 4 days. A 4 napja. The body must be stinking. Ja, biztos bűzlik, tehát már szagol. Márta! De Márta! Didn't I tell you? Ahogy mondtam. If you believe. Hogyha hiszel. You will see the glory of God. Akkor meglátod Istennek a dicsőségét. Yes, Lord. Even I believe. Even még now akkor I believe. Még akkor is even hiszel. Now I believe. They rolled out the stone. Akkor elkördítették, engedítették. And in a loud voice Jesus called out. És hatalmas hanggal Jézus mondta. Lazarus! Lázár! Come forth! Gyere ki! Your Lazarus is coming. Lázár elkezdett. The miracle is coming out. És jött a csoda. The miracle is coming out. Csoda kijött. Oh, my dear beloved. És szeretteim. Do you have any miracle to be happened in your life? Neked is vannak ilyen csodák? Do you want Jesus to do miracles? Akarod, hogy Jézus tegyen neked is ilyen csodák? Roll away those stones. Ott volt az a nagy kő. Roll away those stones. Az a kő ott volt. Roll away the stone of fear. Lehet a ilyen kő a félelem. Stone of hopelessness. A reménytelenségnek a köve. Lazarus condition was hopeless. Mert Lázárnak a reménytelen eset volt. My daughter's condition was hopeless. Az én lányomnak az esete reménytelen volt. De nem adtam fel. Martha did not give up. Márta nem adta fel. Even now she said. És még most is those azt two mondta. Little words. Még ezt a két szót. Again shook the heart of Lord Jesus Christ. És Jézus szíve megérintett. He brought back the miracle. És jött a csoda. Do you have all these neked is vannak ilyen kövei. The stone of negativity. Negativitásnak a negatív situation. Any stone that is blocking your miracle. Bármilyen kő is van, ami megakadályozza a csodát. You have to take it away. Jesus did not take out the stone which was covered, the tomb. Nem Jézus vette el a követ. But he told others to roll it out. De ő mondta, hogy vegyétek. Unless you take out. De még nem fog, the blockages, nem the stones that is blocking your miracle. Az a kő megakadályozza azt, you hogy csoda történjen. Roll out. Tehát görgítsétek el. Even now. Már even most, now. Most. If még your most, situation is hopeless, mert ez a helyzet, roll out that stone. El kell görgíteni ezeket a stone. Követet. Sister rolled out that stone. Testvérnő. When she was sick. Amikor beteg volt. God did miracle. Isten tud tenni csodát. If we roll out, if we take away all these stones, és hogyha elveszik ezt a követet, whatever the prayers we are praying for, és az az ima, amit mi imádkozunk, the answer will come. Akkor jön majd the a válasz. Answer will come. A válasz jön. The answer will come. Jön a válasz. Like rays into your family. Ugyanúgy, ahogy like rays into mint your mint ahogy bejött life. A fény. Roll out the stones. De görgítsétek el. Even now you can do it. Még ma is meg. Even now. Még ma is. Even now. Még ma is. Roll out. Görgítsétek el. Roll out. Köszönjük az Isten igéjét. And I would like to call Natasha now, and this is her last Sunday. Szeretném hívni Natasha, ez utolsó napja. Hear her, and she will be singing and preaching. Nem tudom, hogy mit akar csinálni, prédikálni vagy énekelni. Also, we want to give thanks to God for her life. Szeretném megköszönni az ő életét. We see her how she was coming here and growing and become more mature. És láthattuk őt, hogy hogyan növekedett Krisztusban. She is now grown up. És a felnőtt. Blessed woman. Praise the Lord Church. A dicsőség legyen az Úrnak követően. Yes, I have grown up like Pastor Misty said. When I came here, I was a teenager and now I'm in my 20s. Igen, én felnőttem, amikor jöttem, még tínédzser voltam, de már most a 20-as éveimben járok. Yeah, so it's been a really long journey. Ez egy hosszú út volt. And the testimony of mine would be like, only a few people know here, but for me to come into this place was literally like, just because of God. Tehát nagyon kevesen tudják csak, de az, hogy én eljöttem ebbe a gyülekezetbe.
Because it was such a, like my mom said, it was a very hopeless situation where I completely was in a situation, where I was in a circumstance. Nagyon nehéz helyzetben voltak a körülményeim. Personally and spiritually, where személyesen és szellemileg is. Where I went into a zone like God doesn't exist to me anymore. Mert nekem úgy tűnt, mint le Isten nem is létezne. He, all those promises and everything is just words. He is not true. És úgy gondoltam, hogy mindaz, amit ő ígért, azok csak szavak, nem igaz. And it's just my life taking me somewhere, and wherever life takes me, I'm ready. És úgy gondoltam, hogy bárhova is vezet az út, oda megyek. But at the end, second, when I had completely told like this, God didn't give up on me. De Isten nem adta fel, értem. And the door to this place was opened. És kinyitotta a kaput ebbe a gyülekezetbe. And yeah, and praise the Lord for that. And I came here, and though dicsőség az Úrnak, ide jöttem. The journey wasn't easy. Nem volt könnyű az út. A lot of ups and downs, victories, failures. Sokszor voltam fent, lent, győzelem, bukás. But there's two things that God really taught me in my journey here. De két dolgot biztosan cselekedett az Úr az életemben. One, what it means to completely be independent of the world and dependent on God. Az első az, hogy nekem teljesen függővé kell válnom az írásnak, amit mond a Biblia. And secondly, what it truly means to worship Him. És azt megmutatta, hogy mit jelent igazából őt dicsérni. And so by the grace of God I graduated medicine. Hála az Úrnak, hogy le tudtam diplomázni, orvos vagyok. But not focusing a lot about that, I just want to talk about how House Church has been a great blessing to me. És azt szeretném nektek elmondani, hogy milyen nagy áldás volt nekem ez a gyülekezet. I still remember when I came in my first year. Emlékszem az első évben, amikor jöttem. So new, and there were so many people. It was such a unknown place to me. Tehát minden nagyon új volt, és mindenki, nem ismertem senkit. But then I joined choir, and then eventually I was encouraged in ministry. Akkor csatlakoztam a kórushoz, befogadtak és szolgáltam. And Pastor Mishi gave me the leadership to be the praise team leader. És Pastor Mishi nekem adta a lehetőséget, hogy én legyek a vezetője ennek a kórusnak. And I was able to serve as a leader and as a worship leader in this place. És mint dicsőítés vezető szolgálhattam itt. And that would really be very special to me, because this is the place where I put my step forward into my calling. És nagyon hálás vagyok, mert ezek voltak az első lépések az elhívásomban. And so yeah, this is technically not my last Sunday in Deverson, but in the House Church, because next Sunday is the trip, so I'm not going to be there, so that's why I'm doing my testimony today. Tehát igazából én nem az utolsó napom Debrecenben, mert a jövő héten én nem megyek kirándulni, még itt leszek a jövő héten, csak nem lesz gyülekezeti alkalom itt. So yeah, I just want to thank the church for being such a huge support to me. És szeretnék hálát adni a gyülekezetnek azért, hogy támogattatok engem. Thank you so much, Pastor Mishi, for encouraging me in ministry. Hogy bátorítottál and my mother. És az én anyukámat is bátorítottak. And thank you so much for the wonderful bonds that I've created in this place. És köszönök mindenkinek mindent. Friendships that I never thought would. Olyan barátokat, akit sose gondoltam. Okay, but before I become too emotional, thank you so much. Nagyon-nagyon köszönöm. I really miss you guys. Hiányozni fogtok. It's been an honor to be here to worship. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehettem, és hogy veletek együtt szolgálhattam. And thank you so much for all the love that you have given me. És köszönjük nektek minden szeretetet, amit kimutattatok irántam. And may God always be with you guys. És legyen mindig veletek az Úr. And there's always this one prayer that I've been praying for the past few days. És amikor én imádkoztam most az elmúlt időkben. Is Lord, when I stand on my own, when I stand on my feet well enough to be earning, and you know that I would support this church. És én akarom majd támogatni a gyülekezetet. Yeah, and thank you for all the food. Köszönjük az ételeket. It has really drawn me a lot. And yeah, and if I've hurt anybody in any way, forgive me, and thank you for bearing my tantrums.
És köszönöm, hogy megbocsátottok nekem, ha valami rosszat. Okay, so like I started my journey here as a singer. És én majd elkezdem az életemet, mint énekes. I want to end this goodbye on a very melodious song. És szeretnék nektek most énekelni valamit. It's a song that has been sung by one of the pastors' son back home. Ez egy otthoni ének, egy pásztor írta, vagy róla szól. They're a really good friend of our church and my father. És az én édesapámnak a gyülekezetének nagyon jó barátja. So the song title is Hold On To God. Ez az ének azból szól, hogy tarts ki az Úrban. I have the lyrics, it's both in English and Hungarian. I don't know if the Hungarian is going to be okay, I just trust you, Google and put it up. Én nekem mit lesz, majd kivetítjük a magyar folytást és egy Google folytást, hogy jó-e vagy nem, azt nem tudom. So yeah, thank you so much and may God be blessed through this. És köszönöm, hogy Isten áldásra lehetem. Prophesied that I will be preaching abroad.
2000-ben kaptam egy proféciát, hogy én külföldön fogok prédikálni. It's been 24 years I was been praying. 24 év telt el azóta. And this is the first church where my international ministry started. Amikor elkezdődött a nemzetközi. This church is very special in my heart. És ez a gyülekezet különleges helyet foglal el. I may forget anything. Nem felejtek el semmit. Not this church. Bármit elfelejtek, de ezt. Én hiszek abban, hogy Isten nem felejti el ezt a szolgálatot, amit itt fogadtál az Úrnak. Őtől majd ő adja meg a jutalmat ezért. Egy igényt szeretnétek elolvasni. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. He did not even spare his own son, but he offered up for us all. Mert ő nem kivélte saját fiát, nekünk adta. How will he not also with him grant us everything? Hogy ne adta mindent nekünk? This is how much God loves you. Ez, ahogy Isten szeret. He gave up everything. He gave up mindent his precious nekünk. And with Christ you have received everything. És Krisztussal mindent elérhetsz. All the blessing that you need for your future, it's placed in your heart. Just you have to leave and allow the Spirit of God to flow through you. Csak engedd meg, hogy az Isten szellemi munkát ugye benne. He plays the fountain of the life in your heart. Mert ő élő víznek forrását helyezek benne. And I believe wherever you go, you will be a blessing. És én hiszem azt, bárhova is mész, áll lesz. Nothing can stop you. Semmi sem állhat. God is with you. Mert Isten veled van. So we would like to bless you with the church and meet the dismiss you and we hope to see you in the future. Thank you for your ministry. Let us church reach your hand towards people. Heavenly Father, we pray and give thanks for the life of Natasha. Thank you that Christ is dwelling in her heart. Köszönjük, hogy te értesz az ő szívében. Thank you that you will use her wherever she will go. És köszönjük, hogy te használni fogod őt bárhova is megy. She is blessed because she knows you, Jesus. Áldott, mert ismer téged. We are so thankful for her mother, Jesus. Hálásak vagyunk az ő anyukájáért is. We are thankful for the ministry, for the testimony that she shared this. Köszönjük az ő szolgálatát, bizonságtételét. And I believe great things will come in the future. És hiszem azt, hogy this is just the beginning of her ministry. And you will do mighty and great things for the glory of God. We are so thankful for the whole family in the name of Jesus. We pray for special protection, surrender with your presence, Jesus. May the will of God come true always in their life. Fill them with your blessing, with the joy of the Lord, with peace, with wisdom, and use them for your glory, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you. This church, after encourage them with the word of God. Praise the Lord. Let us church stand up. And we will give thanks to God for this morning. How many of you have received blessing this morning? The reason God has blessed us that we may be also a blessing for others. Isten azért áldott bennünket, hogy mi is áldásuk legyünk mások számára. Thank you, Heavenly Father. Thank you for your word. Köszönjük mennyei atyánk a te ígéret. Thank you for the worship and everything we did for your glory. Köszönjük az dicsőítést és bármit, amit tettünk már. And thank you that even as we leave this place, you will come with us. És köszönjük, hogy még el is hagyjuk ezt a helyet. You will go before us and you will open doors for us. Előttünk fogsz járni és ajtókat fogsz nyitni. Help us that we will always remove the obstacles, the stones that's in front of us.
kérünk, hogy te segíts, hogy mindig el tudjuk mozdítani ezeket a köveket, amik megakadályozott a csodában. Experience the miracle that God is preparing for us. Mert te csodákat készítettél számunkra. Help us that we may walk by faith, not by sight. Adjad Uram, hogy hitben tudjunk járni és látni. And we may expect great things to take place. Hogy mindig tudjuk várni a te áldásodat. Heavenly Father, use our life for your glory, Jesus. Használd életünket a dicsőségedre. That we may be light and salt for this city, for this place. Hogy legyünk világosság és só ezen a városnak is. Let your will be done in our lives. Legyen meg a te akaratodat az mi életünk. We love you so much. Szeretünk. And we give you all glory and honor only to Jesus Christ. És minden dicsőséget Jézus Krisztus. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. Isten áldja meg. Don't run away, greet each other. Ne felejtkezzetek el. And hug Natasha and her mother. Ott van Natasha és az anyukája. God bless you all. Isten áldja meg. Amen.